Szép jó estét kívánok, köszöntöm a esti mérleg nézőit. Bellát, a bájos, kíváncsi porcelán babát fogságba ejtette egy gonosz boszorka, és ha ez nem lenne elég, uralma alá vetette a várost, és a számok labirintusává változtatta. Találj ki a labirintusból, mentsd meg Bellát, és törd meg a boszorka átkát Székesfehérvár felett. A bátor hősök a 9 állomásból álló 7 próba során, többek között a 7 fejű tündérrel, a 7 kecskegidával, a 12 fejű sárkánnyal és a 7 törpével is találkozhatnak. Szerezd meg hát mind a 7 pecsétet, hogy megtörd az átkot, utat során segíts a bajba jutottakon, a szíved pedig legyen kegyelmes, mint egy igazi lovagnak, jótett helyébe jót várj. Nos, kedves nézőink, ez a felütése a 7. hetet hét játékfesztiválnak szombaton a belváros kellős közepén az országalmától az ország zászlótérig. Hetedik alkalommal rendezik meg a Gyermeknap hétvégéjén a Hetet Hét Játékfesztivált. A városvezetés együttműködve a Hetet Hét Játékmúzeum és a programszervező Kft. Munkatársaival idén is színes, változatos programokkal várja a családokat a kétnapos találkozóra. 2012-ben nyitottuk meg itt a Himerházban a Moskovszki gyűjteményt. Korábban ugye Megyeház utcában volt látható Moskovszki Éva néni gyűjteménye, amik babák és polgári enteriőrök, de mi nagyon szerettük volna ezt egy nagyobb, kényelmesebb, szebb helyszínen, illetve egy kicsit újra gondolva, hiszen a gyerekek is változnak, és azt tapasztaltuk, hogy már nem elég, hogy ők csak néznek valamit, nagyon szerették volna ezt megfogni, valamit tenni vele, úgyhogy az volt a célunk, hogy egy kicsit bevonó jellegűvé, interaktívvá, játékossá váljon a korábbi lehetőség. Illetve Réber Krisztina, Réber László lánya. Réber László, aki a Janikovszki Éva mesekönyveinek az illusztrátora volt, illetve az ÉS-ben is jelentek meg rajzai. Réber Krisztinának és Szűcs Erzsének a jó kapcsolata okán Krisztina felajánlotta, nem tulajdonba, de felajánlotta, hogy használhatjuk ezt a gyűjteményt, és így tettük a kettőt össze, és így nyílhatott meg a Réber terem a Hetet Hét Játékmúzeumban, ami a nevét gyerekektől kapta, hiszen gyerekeknek írtunk ki annak idején pályázatot, hogy ők milyen nevet tudnának elképzelni ennek a játékmúzeumnak.
nem is tudom, olyan egyszerűen jött az ötlet, hogy ha van egy ilyen gyönyörű hetet hét játékmúzeumunk, akkor nekünk Székesfehérváron a játék, a gyermeknap a játékmúzeumról, a játékmúzeumhoz kötődően egy játékfesztiválról kell, hogy szóljon. És így született meg tulajdonképpen annak idején a gondolat. Mi sem volt természetesebb, hogy a név az a hetet hét legyen. És köszönhetően dr. Nagyverának, és annak idején Szegő Krisztinának, mert annak idején ugye a turisztikai Kft.-nknél voltak a rendezvények, és velük kezdtük el ezt a munkát. Nagyon-nagyon határozott céllal fogalmaztuk azt meg, hogy ez a játékfesztivál nagyon minőségi kell, hogy legyen. Nagyon nem jöhet ide bármi és akármi, és hogy a művészi színvonal kell, hogy meghatározza. Egyrészt nyilván a név miatt is, másrészt azért is, mert célunk volt az, hogy megszólítsuk az ifjúságot annak érdekében, hogy nem csak azért, hogy két nagyon kellemes napot töltsön el, hogy nagyon izgalmas játékokban vehessen részt, amelyek egyébként tematikusak, tehát minden évnek volt és van, és az idén is van tematikája, hanem azért, hogy a későbbiekben múzeumlátogatóvá váljanak, hogy legyen erre, kialakuljon bennük erre az igény. Én azt gondolom, főként köszönhető a Verának, hogy nagyon jó úton vagyunk, és én minden túlzott nagyképűség nélkül állíthatom, hogy ez Magyarország egyik legnívósabb gyermekrendezvénye. Hála Istennek teltházas, úgyhogy most már vannak olyan nagy rendezvényeink, ahol szükséges egy kicsit a belvárost tágítani, úgyhogy nagyon örülünk a Bartók Béla tér felújításának, mert szükségünk van még térre. Most az idei évben a helyszín egy nagyon picit változik, de ez is feltett szándékom volt annak idején, hogy úgy éreztem, ugye nagyon-nagyon hosszú évtizedekkel ezelőtt a Bregyó Sportközpontban volt a Város Gyermeknapja, de én úgy éreztem, hogy a gyerekeink megérdemlik a történelmi belvárost. Szerintem nagyon jó döntés volt. Most úgy hozta az élet, hogy május 26-án európai parlamenti választások lesznek. Mivel ennek a technikai hátterét a polgármesteri hivatal adja, és ebben nagyon sok ember, nagyon kemény munkája van, nem csak ezen a vasárnapon, hanem már a megelőző időszakban is. Személygépkocsikat használ ilyenkor a polgármesteri hivatal a technikai lebonyolítás érdekében. Nem szerettük volna a gyerekek biztonságát veszélyeztetni, úgyhogy nagyon-nagyon picit elmentünk a főutca irányában. Régen is mindig belaktuk a főutcát, de ott lesz a színpadunk, ahol szokott lenni. Úgyhogy a szokott módon nagy szeretettel várjuk és hívjuk a gyermekeket, a nagyszülőket, a családokat, a szülőket, jöjjenek, élvezzék a hetet hét gyermekfesztivált hetedszer, hiszen 2019-ben hetedik alkalommal rendezzük ezt meg, nem véletlen, hogy a számisztika a tematikája és a számisztika bűvkörében. Székesfehérvár belvárosa az országalmától az országzászló térig hatalmas játszótérré, igazi mesebirodalommá változik. Az idei fesztivál a meseveli számok világába kalauzolja el a bátor vállalkozókat. A magját, ugye a hét próbát most a számok köré dolgoztuk ki, a számok lesznek a téma, méghozzá a bűvös számok, hiszen a hetes szám is egy bűvös szám, és abból indultunk ki, hogy vannak olyan számok minden kultúrában évezredek óta, amelyek valamilyen módon jelentősek az emberek számára, vagy tartanak tőle, vagy segítségül hívják. Ezek a bűvös számok, 7-es, 9-es, 3-as. Rengeteg példát lehetne ugye erre mondani. 7 napja van a hétnek, 7 hangja a hangsornak, 7 évig nem lesz szerencsénk, ha a tükör összetörik, tehát számtalan babona és hiedelem fűződik ezekhez a számokhoz, és arra gondoltunk, hogy hozzuk egy kicsit ezeket a számokat közel a gyerekekhez, és hát hogyan tehetjük ezt, hogyha mesébe ágyazzuk. A mese is tele van ugyanis ezekkel a bűvös számokkal, a gyerekeknek pedig otthona a mese. Tehát otthon érzik magukat a mesében, természetes közegük, tehát nyilván könnyű lesz ezeket a bűvös számokat a mesén keresztül érzékeltetni. Háromfejű vagy hétfejű sárkány, hármasút, három kívánság, a hét kecskegida, és sorolhatnám. Ezek a mese elemek fognak megjelenni a hét próba feladataiban, és ahogy már megszokhatták, talán a gyerekek, mindig van egy kerettörténet, amely a múzeumi gyűjteményből indul ki.
Az idei történet Bella babánkról szól, ez egy kis porcelán baba, és az történik vele, hogy fölmegy a padlásra, talál egy könyvet, és erre a könyvre az van írva, hogy a számok labirintusa. De az is rá van írva, hogy ne nyisd ki. Bella viszont egy, mint egy gyerek, egy kíváncsi, érdeklődő kis baba, és kinyitja ezt a könyvet. Kiszabadul belőle egy boszorkány, és már is fogságba ejti a könyvbe Bellát, és elindul a városba a boszorkány, és a számok labirintusává változtatja a belvárost. Most tehát mi gondban vagyunk, a városunk el van átkozva, és ezért segítségül hívjuk a gyerekeket, arra kérjük őket, hogy jöjjenek el, és segítsenek nekünk ezt az átkot megtörni, a gonosz boszorkányt visszazárni a könyvbe, Bellát pedig kiszabadítani. Ez lesz most a feladatuk. És mivel mesébe ágyazzuk ezt a történetet, ugye a gyerekeknek a feladatait is, itt nagyon fontos az, hogy hősökre van szükségünk. Olyan hősökre, mint a mesékben a hősök, ők lesznek a gyerekek, akik segítenek. Ők igazi hősök. Az igazi hősök mindig segítenek, az igazi hősök mindig megkegyelmeznek. Tehát így fogjuk tudni elérni a célunkat, és fontos az, hogy ez egy közös cél, egy közös ügy, ebben közösen kell részt vennünk. És miközben a gyerekek reményeink szerint beleélik magukat ebbe a történetbe, közben észrevétlenül a gyűjteményeinket is meg fogják ismerni. Feladatok között ott lesznek a Réber kiállításnak is a figurái, a kis rajzai, de megismerkednek a Moskovszki gyűjteményből is számos tárgyal, és hát magával ugye Bella baba, porcelán babával is. Bakurec Ildikó, a programszervező Kft. Munkatársa örömének adott hangot, hogy idén is sikerül különleges hangulatú találkozót rendezniük. Mint minden évben, idén is vannak színpadi programjaink napközben, illetve hát a játékelemek végigszerte a főutcán. Idén a játékfesztivál az országzászló teret is belakja, és egészen az országalmáig nyúlik el. A főutcán lesznek a játékelemek, többek között olyan, hogy fölnyűvő játékpark, idén lesz egy újdonság, a Cartoon Network papírpanír, újrahasznosított papírból építenek űrkikötőt majd a gyerekekkel. Lesz lovagi torna, kézműves foglalkozások, bábjátékautomata, Vitéz László bábjátékautomata, akkor baba-mama sátrunk idén is van, tehát mint minden évben, így gondolunk a nagyon kicsikre is és a szülőkre is, és hát a színpadi programok pedig ugye 10 órakor indulnak, úgy, ahogy a rendezvény is mindegyik napon. Szombaton polgármester úr köszöntőjével indult 10-kor a program, majd utána a Simorák Táncirkusz ördögmeséje következik, Szárnyas sárkányok, gólyalábas interaktív előadás, és mind nagyon sok más báb előadásunk lesz azon a napon, viszont este egy Szalóki Ágnes koncert fogja zárni a színpadi programokat a szombati nap. Mi minden kell ahhoz, hogy egy ilyen játékfesztiválra a szülők és a gyermekek is elfogadják? Mennyi előkészítő munka szükséges? Az egyeztetéseket már tavaly decemberben elkezdtük a Hetet Hét Játék Múzeummal, tehát így a szervezést is legalább egy 4-5 hónappal előre kell gondolkodnunk, hogy a megfelelő játékelemeket, a színvonalas programokat ide tudjuk hozni Fehérvárra, a szülők és a gyerekek örömére. Ugye ezen belül vannak a játékpontok, ugye maga a kerettörténeten belül, amit ugye a gyerekeknek minden évben végre kell hajtani egy ilyen feladat. Azt is megpróbáljuk minden évben úgy megcsinálni, hogy változatos legyen, látványos legyen és élvezhető, akár az idősebb korosztály számára is, és a gyerekek számára is. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Ugye tudjuk, hogy ez már a 7. játékfesztivál. Én azt gondolom, hogy az eddigi 6 bizonyított. Lehet-e támaszkodni a múltra, azokra a tapasztalatokra, amit az előző játékfesztiválokon szereztek? Igazából lehet, hiszen kell is, mert vannak olyan visszatérő játékelemek, amik hatalmas sikert arattak a közönség körébe, és őket megpróbáljuk évről évre, hogy legalább 2 évente visszahozni ide a Hetet Hét Játékfesztiválra, illetve hát figyelembe vesszük az igényeket színpadi fellépők és műsorok szempontjából is. Tehát muszáj figyelnünk a közönségre, a vendégeinkre, hiszen mi is általuk tudunk fejlődni, és tudjuk szervezni a programjainkat. A programkavalkádban a színpadon színvonalas bábműsorok, gyermekkoncertek várják a látogatókat, akik maguk is egy mese szereplőivé válhatnak a hét próba során. A fentiektől ígéretet kaptunk, hogy jó idő lesz, tehát hajrá gyermekek, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra szombaton és vasárnap a belvárosban.